Hello, sziasztok papagájok! Üdvözöllek itt titeket ismételten egy túlélő részben! Így van, itt vagyunk a 23. résszel. Most így az intrónak a felvételek közben esett le, hogy annyi idős lett a Let's Play sorozatunk, mint amennyi én vagyok. Wow! Na de a mai napra kisebb projekteket szántam. Az a helyzet, hogy hát vannak már nagy projektek is bekészítve, mint például az akvárium, csak még nincsen meg hozzá minden, valamint van itt nekem egy eléggé nagy problémám. És hát ez a tárolás. Nem tudom, hogy ti ki tudnátok-e ezen igazodni, de én őszintén már azt sem tudom, hogy hol keressem a gyémántjaimat, a földjeimet, semmit, tehát már teljes itt a káosz, itt is halak vannak az akváriumhoz, meg minden. Hát ezt nagyon-nagyon gyorsan meg kellene oldani, úgyhogy szükségem lesz egy storage-ra. A tároló szobánk az itt lesz lent egyébként, ezt is itt egy kicsikét ki kell tisztítani, le kell padlózni, kellenek oszlopok, kellenek díszek, kell egy normális plafon mindenképpen, az nagyon-nagyon fontos, és hát így igen, nagyjából itt ugye ennyi lesz majd, és hát az akvárium ugye, hogyha már annyit emlegetem, akkor megmutatom nektek, itt lesz majd, itt a creeper robbanásnak a helyén, a föld alatt, így van. És hát ugye ígértem, hogy átalakítjuk majd a Nether portálunkat, meg megcsináljuk itt szépen az utat, ami ide kivezet, meg egy kicsit felújítjuk ezt a tavat. A tavat valószínűleg Twitch streamben fogom majd felújítani, szóval kövessetek be, link ott van a leírásban. Viszont ez ugye nem most fog megtörténni, és most még szeretnék majd falusiakat áthozni a másik bázisról ide erre a bázisra. Ez eléggé fontos lesz majd a jövőben, szóval nem szeretném még így itt nagyon dizájnosra fogni a dolgokat, inkább most legyen praktikus. Úgyhogy menjünk is és hozzunk el egy-kettő darab villagert. Ó igen, és hát ez a folyosó, ez is Twitch streamben épült. Hát a felvétel előtt egy nappal, de ti ezt kicsit később fogjátok majd látni. Yes, mindjárt ott is vagyunk. Így van, itt vagyunk a Nether Hubban, szuper. Hogyha egy kicsit egyébként furcsának tartjátok a hangomat, mélyebbnek vagy rekedtebbnek, akkor az azért van, mert kora reggel van, nemrég ébredtem fel, és hát igen, még egy kicsikét fáradt vagyok, valószínűleg ez emiatt van. Ígyni, gyorsan magamhoz vettem egy kart és egy pisztont, valamint egy csónakot, és hogyha minden igaz, akkor most lemegy a nap, alszunk egyet, és utána vihetjük a villagert. Én úgy gondolom, hogy talán a mendingesre vagy az unbreakingesre lesz a legnagyobb szükségünk most, hát mindjárt meglátjuk. Nos, hát az a helyzet, hogy ő így teljesen magától szeretne kijönni, de ahogyan elnézem, a társa az vele akar tartani. Aha, gyere ki, ne, au! Oh. Hey, pajtás! Gyere csak! Oké, okay. Gyere! Gyere! Oké! Ez az! Visszük! Yeah! És akkor most el kellene kerülnünk ugye ezeket az utakat, mert hogyha erre rámegyünk, akkor onnan nehezen fogom tudni majd felhozni. És hát ugye indul a pisztonos móka. Na hát ez egy kicsikét szenvedős lesz, de nem baj, ezt is meg kell csinálnia valakinek. Aj, nem értem, hogy egyetlen egy darab pixelen mégis hogyan tud ennyire elcsúszni ez az egész. Nem. Menjél le a fűről. Le innen, tutira fölvitte az árait. Lerakom eléd, hé! Hey! Nem. Gyere szépen. Gyere közelebb, még közelebb. Úgy, ez az. Ha! Hát az, hogy ideig el tudtam hozni, az egy csoda. A fél tájat le kellett már bontanom miatta, de nem baj, hogy a lényeg az, hogy át tudjuk vinni. Na most az, hogy ő a Netherben mégis hogyan fog viselkedni, arról fogalmam sincs. Remélem, hogy jól. Ja, hogy semmi. Aha. Téged akkor oda át kellene valahogy juttatni? Érdekes. Gondolom, hogy akkor ezt így, hogy te ne tudjál kimenni még véletlenül se, így, és így. Most ezt ki kellene úgy ütnem, hogy ne sebezzelek meg, igaz? Akkor azt gondolom, hogy egy fejszével lenne célszerű. Jip, ó, te jó ég! Hello? Nem. Gyere csak. Úgy, bele a csónakba. Bele, hey, menjél bele a csónakba. Hello? Beleüljél! Hát most mit csinál ez? Mi ez?
Nem? Úgy, oké. Okay. Ha. És megyünk! Ui! Mondjuk arra nem számítottam, hogy ez egy kicsikét túlságosan szűk lesz, de nem baj. Előfordul. Ui! Pak-pak, pak-pak. Pak-pak, pak-pak. Pak-pak, pak-pak. Pak-pak, pak-pak. Ui! Nem tudom, hogy mi ez a képernyő remegés, de tiszta vicces. Tuc, 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 tuc. Ouch! Bevettem a fejemet. És meg is jöttünk! Yes, yes, yes! Most őt rá kellene vennünk arra, hogy minél közelebb menjen. Így, oké. És akkor elvileg a túloldalon ugye a víz miatt nem nagyon fog tudni máshova menni, csak arra, amerre nekünk kell. Aha. Jaj, de meg foglak téged ütni? Ez az. Na. Ó, oh, átment, átment! De okos. Hey! Nem, nem. Elinnét. Úgy-úgy. Csónakba. Ez az. Yes! Oké, na most a nehezén elvileg túl vagyunk. Ide hoztam ezt a falusit, és akkor most neki, ugye elvileg nem szabad lemennie sehova, elvileg nem is tud. Így van, gyere, gyere szépen. Okos, ügyes, nagyon jó. Nagyon jó, kicsit közelebb gyere, ez az, oké, okay, bezárjuk ezt az ajtót. És még mielőtt nem, nem mész ki, nem. Yeah. Ide bele. Ne te, vacsa! Ah, oké, okay, úgyis jó. Oké, okay, oda menj bele. Ez az. Yes! Megvagyunk! Éljen. Na most már csak a berendezést kell itt kibontani egy icike picikét. Így van. És akkor te jössz majd ide be. Innentől pedig majd sínekkel fogom tudni megoldani ezt a dolgot, amit rögtön le is kraftolok. És ezt így szépen, ezt így ki kellene ütni most, de nagyon nem bízok én benne. Nagyon rossz fiú ő. Gyere! Szépen! Ouch, nem úgy. Vissza gyorsan. Te gyere szépen! Ide bele! Belemennyi? Belemennyi? Nem! Belemennyi azt mondom. Nem. Oda. Úgy, úgy, jaj, de ügyes! Oké. Okay. Na, így szépen. És akkor most hozok neked egy zombi barátot, akivel eljátszogathatsz. Mit szólsz hozzá? Én komolyan mondom, srácok, hogy mindenem van, már zombim, meg weaknessem, viszont almám az nincs egy darab sem. Kivágtam egy pár darab fát, mint ahogyan azt látjátok, viszont nem kaptam almát, amit nem nagyon értek, és nem is nagyon tényleg tudom, hogy mégis mi történhetett, de akkor megpróbálok még egy fát kivágni. Ez az, van egy almám, oké, okay, oké, okay. Siker, yes! Gyorsan most akkor vissza kell menni. Le kell kraftolni a dolgokat. Ez az. Gyertek, ez az. Jó fiúk vagytok, oké. Okay. Ó, nem. Egy elég lesz, köszönöm szépen. Egy elég lesz, oké. Okay. Na, gyere, gyere, ne arra, ne arra, ne arra, hülye zombi. Ne beleakadsz csapolytó, hülye zombi. Gyere. Ez az, gyere zombi. Gyere, gyere. Oké. Okay. Gyere csak. Zombi. Na, és akkor most bánst a pillagyot. Üsd meg még egyszer. És tadám, meg is vagyunk. Yes. Te már nem kell lesz, köszönöm szépen. Te pedig akkor puty és puty. Yes. Remeg, változz át. Ügyes. Na. Oké. Okay. Bizony, meggyógyítottuk a falusit. Ez az. Yes, yes, yes. Így van. És most már. Mennyiért adja a mendinget? Egyért. Ez az. Visszaállt minden a rendes kerékvágásba. Ajánlom, hogy ez így maradjon, különben kapod a következő zombit. Na jó, jöjjön egy kis szünet, aztán azonnal folytatjuk. És itt is volnék, 2 teljes nappal később. Hát ugye itt történtek dolgok, elmentem, utaztam egyet, voltam Budapesten, meg nem értem rá a másik nap, viszont most folytatjuk, ugye ott a videót, ahol abba hagytuk a felvételt. Tehát szükségem van egy tárolószobára, és hát ez itt nagyon-nagyon kaotikus. Tehát itt nincsenek konkrétan ilyen egybefüggő formák, minden csak össze-vissza van, szóval megpróbálom egy mélységbe hozni az egészet, és akkor utána majd szeretném
szeretnék nektek egy kicsike kis mintát mutatni abból, hogy hogyan szeretném megvalósítani, megcsinálni a tároló egységeket. Azonnal jövök. Kész is, legalábbis most már sokkal-sokkal egyenletesebb. Na de most akkor engedjétek meg nekem, hogy lerakjam a padlót, ugye ezt a smithing table-t, azaz a kovács asztalt fogom használni. Ezt csak is azért tudom megtenni, mert van egy nagyon-nagyon jól működő vasfarmom, szóval még egyszer köszönöm szépen mindenkinek, aki a vasfarmot ajánlotta nekem még anno. Na de ameddig ezt csinálom, srácok, addig mindenképpen szeretném ugye a részeknek, vagy a résznek a kommentjeit beolvasni. Hát ez eléggé elmaradt a 19. rész óta, azt hiszem, hogy nem volt ilyen, és nagyon-nagyon sokan emlegettétek már, nagyon-nagyon sokan kértétek, hogy legyen. Közben egyébként, ahogyan látom, el fog majd fogyni a smithing table-öm, de nem baj, majd craftolok még. Az első komment az Bence Kuntól érkezett, és azt mondta, hogy Pörki, ez egy csodás rész lett. Azt megkérdezhetem, hogy hogyan lett ilyen színes az elitrád? Srácok, ezt eléggé sokszor elmeséltem már nektek, hogy ez hogyan volt. Az Optifine-t kell körülbelül 3-4 ezer forinttal támogatni, és akkor kapsz egy köpenyt, ami egyébként az elitrádat is színessé teszi. Szóval, hogyha ezt megteszitek, támogatjátok az Optifine-t, akkor kaptok egy köpenyt, ami beszínezi az elitrádokat is. Ezt igazából ennyire egyszerű összehozni, szóval ja, nem olyan nagy dolog, de nagyon-nagyon sokan kérdeztétek, úgyhogy gondoltam, hogy elmondom még egyszer. A második komment az Theodor Kistől érkezett. Azt írta, hogy szia Pörki, ez a legelső kommentem a YouTube-on. Csak fél éve nézlek, de azóta te vagy a kedvenc videósom. Még nem vagyok csatornatag, de nagyon szeretnék. Régi vágyam, hogy a kedvenc videósom barátja lehessek. És ugye ez egy nagyon-nagyon kedves komment, ahol igazából arról beszél, hogy milyennek tart engem, és hogy mit szeretne, hogy szeretné, hogy barátok legyünk. Ugye itt van a képernyőn, szóval nem olvasom fel az egészet. Erre igazából nem válaszoltam írásban, itt részen belül szerettem volna, ugyanis ez egy tényleg nagyon-nagyon kedves, nagyon-nagyon tényleg jó fej komment volt, amit úgy éreztem, hogy itt kell megválaszoljak. Nos, hát Theodor, az a helyzet, hogy sajnos nem hiszem, hogy barátok lehetünk, mégpedig azért, mert most, ha megnézed, hogy hány feliratkozón van jelenleg, ugye amikor írtad ezt a kommentet, akkor láthatod, hogy majdnem 27 ezer. Most gondolj bele, hogy ebből a 27 ezer emberből hány szeretne a barátom lenni, vagy hasonlóan ismerni engem. Sajnos ezt nem tehetem meg, hogy mindegyikőtökkel beszélgetek. 23 éves vagyok, egyetemre járok, van munkám, közben videózom, játszok és streamelek, szóval a való életbeli barátaimra sem nagyon van időm, nem ám arra, hogy ugye újakat szerezzek, ráadásul rögtön 27 ezret, szóval igyekszem veletek nagyon közvetlen lenni, sokat beszélgetni, így kommentekre válaszolni, viszont ezt így sajnos nem tudom neked teljesíteni. Szóval sajnos így nem lehetünk barátok, szóval nem fogunk privátban beszélni, nem fogunk levelezgetni, de nagyon-nagyon örülök neki, hogy itt vagy, és hogy kommentelsz, és hidd el, hogy már ez sokkal többet jelent, mint igazából bármi más, ami így a csatornával kapcsolatos, szóval köszönöm szépen az aktív részvételedet, tényleg nagyon jó fej vagy, viszont sajnos most így a barát felkérést ezt el kell utasítsam, remélem, hogy nem haragszol rám túlságosan emiatt. Kraftoltam még extra 59 darabot, hát ez lehet, hogy egy icike-picikét sok lesz, de nem baj, lehet, hogy még használjuk. Nem tudom, hogy az akváriumnak, ugye a nézelődő részének az alja az miből lesz, lehet, hogy az is ebből a kovácsasztalból, és akkor bizony jól fog jönni, egyébként kellene afkolnom ott annál a farmnál, de hát majd meglátjuk, hogy mit tehetek. Na de most itt ugye a lényeg az az lenne, hogy a falakat is ki kell cserélni, ugye itt teljesen sima kőből van, valamint andezitből, én szerintem ezt a vonalat fogom követni, és akkor utána megmutatom nektek egy mintán, hogy mégis hogyan képzeltem el a tároló egységeket. Érzem, hogy egy icike-picikét fura a hangom, hát ezért elnézéseteket kérem, szerintem tegnap megfáztam Budapesten.
Hát nesze neked bőrkabát, ugye? De hát nem baj. Most ugye ezeket a cobblestone-okat csak így ideiglenesen tettem le ide, hogy lássátok, hogy körülbelül ugye hogy lesz meg, hogy ne legyenek ilyen lyukak a falban, ezeket is ugyanúgy ki kell cserélni, mint a földet. Úgyhogy ezt így gyorsan még megcsinálom, és akkor utána folytatjuk. Yes, ezzel akkor így meg is volnák. Na, hát ugye a minta, amiről már annyit beszéltem. Szeretnék letenni ide 1, 2, 3... Hát körülbelül 3 magasan egy oszlopot, aztán utána így. És akkor ezek közé valamelyik oldalra 3 darab hordót, valamint ilyen dupla cseszteket. Így. Na most itt ezt a részt akár meg is spékelhetjük valamivel, valami kis extrával. És akkor mondjuk puty, puty és puty. És hát ez így eléggé díszes, szerintem. Nem akarom túl bonyolítani, azért ez mégiscsak egy tárolószoba, tehát nem egy ilyen hűde nagyon fancy hely, viszont igen, ez itt szerintem bőven elég. Na, és akkor én most úgy gondolom, hogy ebből azért már látszik a koncepció, látszik az, hogy mégis mit szeretnék csinálni ezzel a hellyel, és hát természetesen ennek még lesz egy második szintje is, tehát itt majd valahol lesz egy létre, ahol fel lehet majd menni, és egy ugyanilyen emelet lesz majd egyel fölöttünk. Ugye ezeket majd innen el kell tüntetni? Szóval itt majd még lesznek érdekességek a világítással, de meglátjátok majd, hogy hogyan alakul, viszont most gyorsan el kell mennem fenyőfáért, ugyanis az elfogyott teljesen, úgyhogy vissza kell mennem a régi bázisra, de utána jövök. Alakulgat, megcsináltam ezt az első szintet, és akkor majd most jöhet a második. Végül ugye ide raktam le a létrát, szerintem ez itt egy teljesen jó helyen van, ugye itt eléggé könnyű lesz a dolgunk, ugyanis már meghatározta nekünk ez az oszlop, hogy hol lesznek ugye maguk az oszlopok, meg a chestek, szóval innentől már nem kell annyit számolgatni, hanem építhetünk úgy, ahogy van a dolog. Egyébként közben már azon gondolkodom, hogy simán lehet, hogy majd csinálunk egy ilyen alaksort, hát így oda le, egy ilyen levezető lépcsőt, csigalépcsőt vagy valamit, ugyanis hogyha minden egyes különböző blokknak mondjuk szánok egy chestet vagy egy hordót attól függ, hogy mennyit használok vagy éppen mennyit tárolok abból a bizonyos blokkfajtából, egyszerűen nem lesz elég, többre lesz szükségünk, több chestre, ugye nem csak ez az egy oldal lesz megcsinálva, ide is szeretnék tenni, meg talán még ide is, csak ugye ezek miatt, az ívek miatt még nem vagyok benne biztos, hogy az elrendezés az hogyan fog kinézni, de természetesen azt is majd kitaláljuk, viszont ugye akkor először legyen kész ez a szint. Úgy néz ki, hogy egészen jól ki van számolva ez a kis raktár, ugyanis konkrétan minden pontosan ott van, ahol lennie kell, mindegyik oszlop között van 3 darab hely, ami nagyon király, ennek nagyon-nagyon örülök, úgyhogy lassan el is kezdhetjük ezeket az oldalsó falakat. Ugye itt ezen a két oldalon kellene megnézni, hogy mégis hogyan szeretnénk a dolgokat, meg persze a bejáratnál, tehát a bejárat az azért is nagyon fontos, ugyanis ez kívülről már meg van határozva, tehát ez kívülről már kinéz valahogy, és nekünk ezt úgy kell igazítanunk, hogy ugye a külsőt ne változtassuk. Na hát erre majd itt kíváncsi leszek. Valamilyen lépcsőt fogok alkalmazni, az egészen biztos, viszont ugye még ide lepakolom a shulker boxokat, amik elmaradtak, lehet, hogy ezeket alapból majd ide fogom tenni, az egyik falat erre a célra szánom. Meglátjuk!
És akkor a plafon még egy érdekes dolog, ugyanis hát valahova sikerült eltüntetnem a scaffoldingokat, ugye az állványokat, és hát nem találom őket, úgyhogy azt majd vagy elő kell szedni, vagy kell csinálni még extrát. Ezt majd meglátjuk, szerintem az a következő részig várhat, addig is használom a fatönköket, meg mindent, ami van nálam. Annyira nem gáz, csak hát igen, mégiscsak. Ide nem fogok tenni, ugyanis itt van a létra, ez így elég értelmetlen lenne. Szerintem itt folytatom, viszont ahogyan elnézem, nem lesz elég a chestem. Nagyon-nagyon sok fát elhasználtam már, és hát még hol a vége ennek az egész dolognak? Úgyhogy remélem, hogy azért elég lesz, és nem kell elmennem még egyszer a régi bázishoz fát vágni. Ugye ide is kellene már lassan ültetnünk fenyőfákat, ezt majd lehet, hogy megtesszük a közeljövőben. Most ez így egyelőre még nem nagyon jutott eszembe, szóval igen. Még szerencse, hogy egy csomó-csomó Dark Oak van nálunk. Ezt biztos vagyok benne, hogy valamelyik Twitch streamben vágtuk ki még régebben, fogalmam sincs, hogy melyikben. De hogyha gondoljátok, akkor visszakereshetitek, hogyha esetleg még fent van, ugye a Twitch két hét után törli ezeket. Puty, ezzel megvan az alsó rész. Teljesen. Király. És itt a sarkaknál egy kicsikét máshogyan fog majd kinézni a dolog, ezt én majd megoldom, de hát ugye eleve ez a forma így adja magát, szóval ez ellen nem nagyon tudok mit tenni. Oké, ez most ilyen nagyon furcsa lesz, de elhagytam az egyik shulker boxomat, a barnát. És hát, mint kiderült, benn volt a spruce woodok mellett, amik ugye barnák, és nem vettem észre. Pánikolva szaladgáltam, nyitottam ki az összes chestet, valamint az összes shulker boxot, amiben egyébként bele sem lehet tenni a shulker boxokat. És végül megtaláltam. Ott volt a fenyőfák mellett, ami szinte ugyanolyan színű barna. Yes, GG. Na de végtére is nem az a lényeg, hogy hogyan s miként lett meg, vagy éppen tűnt el, hanem ténylegesen az, hogy meg lett egyáltalán. Szóval ennek külön örülök, ez egy nagyon-nagyon jó dolog, ugyanis akkor nem kell megint elmennem akáciáért, szóval yep. Na most itt ezzel a résszel nem vagyok megelégedve, mondhatjuk, hogy egyáltalán. Ez itt a... furcsa. Viszont ha mondjuk ezeket a szélsőket kiszedjük, és így berakjuk a korlátokat, akkor annyira nem is néz ki rosszul, főleg innen lentről. Lessük meg. Aha, igen, ez így már sokkal-sokkal barátságosabb. Na most már csak itt kellene megoldani az oszlopokat. Ez így jó lesz, valamint itt, így, és végül így. Ó, na hát itt lesz egy ilyen érdekes fordulat, amit egyébként nagyon könnyen meg fogunk majd tudni csinálni. Itt szépen, és ezt így ide, valamint... így. És akkor ezekre szinte már-már spam-szerűen kerülhetnek a lámpások. Ígyni. Van még itt valami, amit nagyon-nagyon szeretnék, és ez nem más, mint néhány ilyen munkaállomás workstationnek a létrehozása. És hát ehhez nyilvánvalóan szükségem lesz egy kis díszítésre. Na hát most, ahogyan elnézem, nem biztos, hogy kell nekünk kettő darab crafting table. És van itt nálam valami, amit fentről hoztam, és ez nem más, mint ugye a brewing standünk. Na most, hogyha ezt megcsinálnánk egy workstationnek, az nagyon király lenne. És akkor itt az egyik közeli hordóba tehetnénk majd a potifőzéshez a cuccokat, amire szükség van. Hát nem is tudom, ezek legyenek ilyen asztalok nyilvánvalóan, de azért lehessen mellettük elférni, az nagyon-nagyon fontos lenne. Van még esetleg trapdoorom, vagy nincs? És ide! És akkor elvileg ezzel meg is vagyunk. Egyébként megcsináltam ezt a falat, ide elhoztam a shulker boxokat. Na most ez itt nem a végleges helyük szerintem,
de olyan jól nézett ki, úgy néz ki, mint egy ilyen modern art, valamilyen kis festmény, vagy hasonló ilyen postmodern, úgyhogy én ezt most itt hagyom egyelőre, és ameddig nem találunk nekik jobb helyet, addig itt maradnak. Egyébként ezeken kívül még rengeteg van, látjátok, hogy nagyon sok még be sincsen színezve, ezeket majd megcsináljuk, viszont ugye egyelőre nem akartam ezzel foglalkozni, ez itt teljesen jó, és akkor van itt 2 darab workstationünk, egy harmadikat még gondoltam ide, csak még nem találtam ki, hogy mi legyen az a workstation, mi az, amire szükségünk van, ugye nagyon-nagyon sűrűn, akár napi szinten, amikor ide belépünk, ugye nyilván erre szükségünk lesz, mert hát ezt adja a potionöket, meg ezeket a hasonló dolgokat, és hát igen, én úgy gondolom, hogy ez így jó. És lehetne mondjuk ez az utolsó workstation, mondjuk így itt. Csak hát ugye akkor nincsen egy vonalban ezekkel. Ha pedig egy vonalba rakom ezekkel, akkor lehetséges, hogy túlságosan sok lesz itt a dolog. 2 van kihagyva, ugye 2 van kihagyva, akkor 1 a széle, és akkor elvileg ennek ide kellene így jönnie. Rendben, rendben, ez a raktár, ez készen áll arra, hogy berendezzem, tényleg csak az kell, hogy belerakjam a megfelelő chestekbe a megfelelő blokkokat, és felcinkézzem őket egy item frame-mel. Na de hát van nekünk itt a jövőben, a közeljövőben egy nagyon nagy projektünk, és ez nem más, mint az akvárium, azt valószínűleg a következőben fogjuk majd megcsinálni, nagyon remélem, hogy elérünk odáig, és hát el kellene mennem egy korallzátonyra egy kis vízi életért, kellene nekünk korall, meg még pluszba hal. Nagyon sok trópusi hal van itt, van már olyan, amit egyébként elneveztem azokról a nézőimről, akik ott vannak a Twitch streameken, és összegyűjtötték ugye a pontokat a halacskára, hogyha ti is szeretnétek ilyet, akkor mindenképpen gyertek a Twitch streamekre. Na de most akkor fogok néhány hordót, viszek egy üres shulker boxot, és induljunk a legközelebbi ilyen... Ó, oh, kellene egy ágy, várjátok. Tehát, induljunk el a legközelebbi korallzátonyhoz, ami, hogyha az emlékeim nem csalnak, erre felé található. Meg a tajga, rengeteg podzol és rengeteg fa. Hát ez itt van egy köpésre tőlünk, szóval innen majd tudok fát szedni, nem kell visszamenni a régi bázisunkhoz. Ó, még egy meg a tajga. Érdekes. Oké, jeges biom, de most nem ezt keresem. Menjünk tovább. Ó, ez egy teljesen új templom. Ez egy teljesen új templom, ezt még nem rohamoztuk meg. Na ennek most gyorsan szerintem felírom a koordinátáit. Nagyon király. A Drowned Farmunkat megtaláltam, és hogyha jól emlékszem, akkor emellett van még egy vízi templom, és hát nem messze innen kell, hogy legyen egy korallzátony valahol. Igen, itt már kezd ilyen szép kék szín lenni a víz, úgyhogy talán nem vagyunk annyira messze, ezt a hajót már kifosztottam, és itt is van a korallzátony, így van, yes! Néha egyébként nagyon-nagyon jól jön ez a Respiration Enchant, ami rajta van a sisakomon. Na hát igen, például most ugyanis így sokkal-sokkal tovább bírom a víz alatt, nem kell ugye vízi légzés potiont beinnom, valamint nem kell ajtókkal sem szórakoznom, hanem elég egészen egyszerűen csak ide jönnöm, lejönni a víz alá, kiszedni néhány korallt, utána pedig felmenni a felszínre levegőért. Király! Simán lehet, hogy sokan nem is tudjátok, hogy az 1.13-as update az abszolút kedvencem, ugye mindig azt mondom, hogy mindig a legújabb a legjobb. De hogyha azt nézzük, hogy melyik volt az a kedvenc, ami valóban a leginkább megfogott, amit a leges-leginkább vártam, és amit a leges-leginkább élveztem a megjelenésnek az időpontjában, hát az egyértelműen az 1.13, ugye ez az aquatic update volt. Nagyon-nagyon sok minden bekerült a játékba akkor. De emellett ugye a korallok az egyik kedvenc élőlényeimnek számítanak, és hát igen, nagyon-nagyon királyak, nagyon-nagyon szépek, és a Mojang egyértelműen nagyon jó munkát végzett velük. Nagyon várom már amúgy az 1.17-et is, ugyanis ott majd bejönnek az axolotlok, és hát a korallzátonyokon biztosan nagyon-nagyon jól fognak mutatni, attól függetlenül, hogy egyébként
Egyébként ők ilyen barlangi lények, és hát a barlangban is lesznek majd megtalálhatók elvileg a láskévekben. Erre nagyon-nagyon kíváncsi leszek. Közben előveszem a vödrömet is, hiszen hát nem tudhatom, hogy mikor jön velem szembe egy érdekes halfajta. Szeretnék találni párat, ugye ebből a citromsárgából szerintem már van. Ami nem baj, csak hát szeretnék sok különböző fajtát. Azt hiszem, hogy több ezer különböző fajta található meg a játékban, szóval biztos akarok lenni abban, hogy mindegyikből van, vagy hát hogyha nem is mindegyikből, de a legtöbbből. Ó, de szép vagy, bohóc hal, belőled viszek többet is, mert te nagyon aranyos vagy. Némó, gyere! Ú, egy portál! Na. Ó, enchantolt aranyalma! Hogyha ezt jól tudom, akkor ez nagyon-nagyon ritkának számít, úgyhogy ezt elviszem trófeának szerintem. Yes! Király! Na most itt kellene még lenni egy aranybloknak valahol, de lehet, hogy ugye ez nem spawnolt le, vagy az is lett. Ah, de itt van, megvan, yes! Nos, most ennyit sikerült összeszedni így első körben a korallokból. Szinte biztos vagyok benne, hogy nem lesz elég. Tuti, hogy nem lesz elég, úgyhogy majd még visszajövök. Visszajövök, de sajnos a mai nap csak ennyi időm volt erre. És akkor ezt szépen kiszedem, ígyni. Majd egy Twitch streamben a többit megoldjuk. Egyébként így a két nap között, ugye mondtam, hogy ezt két különböző napon, két nap kihagyással vettem fel ezt a részt. Hát én azért itt megcsináltam ezt a lyukat. Most gyorsan megmutatom nektek, hogy mégis hogy ástam ki, és akkor utána egy búcsúra találkozunk. Na hát, ameddig ti az ásást néztétek, addig én sem tétlenkedtem, ám gyorsan kivilágítottam ezt a részt, és hát lerakom egyelőre ide ezt a kettő darab shulker boxot. Sokkal több anyagra lesz szükségünk, viszont ugye ebben vannak a halak, valamint ebben vannak a korallok is, amik nagyon fontosak, és hát igen, egyelőre még nem terveztem meg, valószínűleg át fogok ugrani egy másik világban, kreatívban, és ott előre megtervezem ezekkel a méretekkel ezt az akváriumot, ugyanis szerintem túlélőben így fresh, teljesen zéróról, nulláról kezdeni, hát eléggé hosszadalmas folyamat lenne, és hát milyen egy videósnak az élete, ahol tudott egy kicsikét levág az időből, úgyhogy valószínűleg előre meg fogom tervezni, vannak már ötleteim, amiket még egyelőre nem osztok meg veletek, viszont srácok, nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy a mai nap velem tartottatok, nagyon király kis rész volt, nagyon jól éreztem magam, és örülök, hogy tartottam egy kis szünetet így a felvételek között, ilyet nem nagyon szoktam csinálni, viszont lehet, hogy néha jót tesz magának az epizódnak. Hogyha tetszett, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot, valamint iratkozzatok fel, hogyha esetleg még nem tettétek. Legközelebb találkozunk, addig is legyetek jók, és igyatok sok teát. Hello, sziasztok, pápá!